Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztutadása. A mai adásunkban betekintést nyerhetnek az idei évben, 2021-ben sorra kerülő Nagycsármáson megszervezett lelkészi és presbiteri találkozóra, amikor az etnikai ügyosztály Bala Loránd lelkipásztor vezetésével dr. Magyarosi Barna lelkipásztort, a hetednapi adventista egyház inter-európai térség titkárát hívta meg. Ezen az előadáson dr. Magyarosi Barna lelkipásztor arról beszélt, hogy mennyire fontos megértenünk a modern kereszténységet, azt a helyzetet, amivel mi magunk is találkozunk a gyülekezeteinkben. Hogy az evangélium hirdetése milyen akadályokba ütközik, és mennyire fontos új szemlélettel, alkalmazkodói vezetéssel kezelni az evangélium hirdetését, embertársaink megközelítését. A soron következő adásban a főszemináriumba tekinthetünk bele. Kérem, fogadják sok szeretettel. Isten áldását kívánom az előadás meghallgatására. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki úgy döntött, hogy ma itt lesz velünk. Különös előjog számomra az, hogy egyszerre a két erdélyi egyházterület elöljáróit, gyülekezeti felülvigyázóit és lelkészeit köszönhetem itt Mezősármáson. A valóság az, hogy teljesen más világban élünk. 17 évszázadon át a kereszténység volt a világ, legalábbis a nyugati világ és a keleti világ egy részének a domináns kultúrája. Ami azt jelentette, hogy függetlenül attól, hogy tetszett vagy nem, a társadalom alapját a zsidó-keresztény értékek határozták meg. Erre alapult a társadalom, erre alapultak a szokások, a társadalmi élet, az értékek, az elvek, az igazságszolgáltatás és a nevelés, kulturális élet, minden. Ez az 1900-as évek közepe derekától egyre jobban kezdett változni. És oda jutottunk, hogy ma a nyugati világban az úgynevezett kereszténység utáni korszakról beszélünk. Csak egy példát mondok. A Los Angeles Times 1925-26-os éveiben, ez egy újság, ugye, amiben benne volt az arz napra szóló rendszeres bibliaolvasás fejezete. Estére pedig minden napra benne volt egy gyerekbibliai történet, amit a szülők az újságból felolvashattak gyerekeiknek. És azok az idők, akár tetszik, akár nem, elmúltak. Ma el sem tudjuk képzelni azt, hogy a Népújságban, vagy a Népszabadságban, vagy a Nemzetben, vagy akármilyen újságot vegyetek, ilyesmi megjelenjék. A domináns kultúrája a világunknak megváltozott. Erről egy picit később beszélek még. De egy ilyen körülmények között a fontos az, hogy tanuljunk meg alkalmazkodni és változni. Gyakran említem azt, hogy két lehetőségünk van. Vagy megváltozunk, vagy megszűnünk létezni. És a tudósok ezt a jelenséget próbálták tanulmányozni. És rájöttek arra, hogy tulajdonképpen két kihívás, lényegében három kihívás létezik. Az egyik a technikai kihívások, a másik pedig az adaptív kihívások. Technikai kihívás egyszerű. Hogyan lehet jó, és elnézést kérek, tudom, hogy éhesek vagytok, de jó zamatos almás sütit készíteni. Egyszerű, nem? Vagy tudod kívülről, vagy ha nem, megkérded a receptet, és ott le vannak írva a lépések. Ennyi,
hozzávalók, ennyi gram, ennyi gram, ennyi gram. De teszed ennyi fokra, ha valamit nem csinálsz borzasztóan rosszul, valószínű, hogy almás süti lesz belőle. Technikai probléma. Szív bypass műtét. Ugye a recept az egy technikai probléma, de egy egyszerű technikai probléma. Mi különbség van a recept, az almás süti készítése, illetve a szívműtét között, a bypass műtét között? Lényegében semmi. Mind a kettő technikai probléma. Mind a kettőre van egy megszabott eljárás. És ha azt az orvosok betartják, vagy azt a szakácsasszony betartja, akkor több mint valószínű, hogyha nincs valamilyen más körülmény, ami közrejátszik, a végtermék az adott. A gond viszont az, hogy az adaptív problémákra nincs olyan egyszerű megoldás. Mondok egy példát adaptív kérdésre, adaptív problémára. Gyermeknevelés. Ez nem technikai probléma. Ugyanis nagyon egyszerű lenne a gyereknevelés, hogyha lenne rá egy recept, vagy egy előírt eljárás. Ezt elvégzed, ennyi fokon, ekkor, ennyi órakor, ezt mondod, így csinálod, és kérem szépen a gyerek remek ember lesz. Ez nem így történik. Ugyanis a gyereknevelés nem egy technikai probléma, hanem adaptív probléma. És a gond az velünk, hogy gyakran úgy álltunk hozzá a gyülekezeti élethez, mint és a kihívásaihoz, meg a misszióhoz, mint technikai kérdéshez. Hogyha évente ennyi folyóiratot kiosztasz, hogyha évente ennyi sorozatot tartasz, hogyha évente ennyi bibliaórát, ha évente, akkor a gyülekezet biztos, hogy virágzani fog, növekedni és szaporodni. Csak a gond az, hogy a gyülekezeti élet növekedése és a misszió munka nem technikai probléma, hanem adaptív kihívás. És ezt így kell megközelíteni. Ha most az időnk az nem olyan sok, viszont az, és ehhez a vezetői hozzáállásunknak másnak kell lennie. És az adaptív vezetésnek lényegében 6 alapelve van. Az egyik az, hogy menj fel az erkélyre. Köszönöm azokat, akik odaültek. Ugyanis itt arról van szó, hogy az erkélyről más a rálátásod a dolgokra. Gyakran annyira bele vagyunk keveredve egy világi illusztráció, mert ezt nem keresztény emberek dolgozták ki teljesen, viszont arról beszél, hogy a parkett az ott, ahol az esemény folyik, lent. És ha te benne vagy abba a táncban, akkor nem tudod felfogni igazán, hogy mi történik. Ha felmész az erkélyre, kis szünetet tartasz, rálátsz a dolgokra, akkor olyan dolgokat veszel észre, amit a parketten táncoló soha nem fog meglátni. Az első lépés az egy picit eltávolodni a problémáktól, és Istentől rálátást kérni a helyzetre. Mert gyakran úgy bele vagyunk keveredve, hogy nincs kilátásunk, nincs rálátásunk. A második dolog, azonosítani az adaptív kihívást. Miben, mi az adaptív kihívás? És szeretném azonosítani, és kicsit kitérek rá most, de picit később több adattal fogok rendelkezésetekre bocsátani. Az adaptív kihívásunk az, hogy azt, amit mi ajánlunk a világnak, úgy, ahogy ajánljuk őket, az abszolút nem foglalkoztatja. Nem érdekli. A kérdés az, hogy amivel rendelkezünk, az egy nagyon értékes. Megoldást ad az ő válaszukra, az az ő kérdésükre, de nem ahogy adjuk. És gyakran azon gondolkozunk, hogy miért van ez így. Azért, mert a világ gyökeresen
megváltozott, és erről is fogok beszélni. De ez a mi adaptív kihívásunk. Hogyan tudjuk megosztani egy olyan világgal azt, amire szükségük van, és azt, amivel mi rendelkezünk, de úgy, hogy ők azt mondják, köszönöm szépen. A harmadik, ahhoz, hogy ezt az utat megtaláljuk, változáson kell átmennünk. Változás viszont nincs veszteség nélkül, és veszteség nincs kellemetlenség nélkül. És nekünk vezetőknek az a szerepünk, hogy ezt a kellemetlenséget szabályozni tudjuk, és a gyülekezetet átvezessük ezen az átmeneten úgy, hogy a gyülekezet ne essék egymásnak, és ne essék szét. Ez ilyen egyszerű. És ehhez nekünk meg kell tanulni, hogy hogyan őrizzük meg a fegyelmezett figyelmet. Mindenkinek otthon van kuktája, ugye? A kuktával két dolog a gond. Az egyik, ha nem éri el azt a nyomás, azt a hőmérsékletet, amire szükség van, hogy az étel meglegyen, akkor az ételnek ugyanolyan hosszú idő kell, mint hogyha egy normális lábosban készítenéd el, és nem lesz olyan finom, mint a kuktában. A másik az, hogy ha túl nagy a hőmérséklet, és túl gyenge a kukta, akkor kitapétázod az ebéddel a konyhát. Ez a két veszély lehetséges. És jelenleg a gyülekezetünkben ugyanez a probléma. Feszültség, ha feszültség van, azzal nincs gond. A gond az, hogyha túl nagy a feszültség és robban, vagy ha egyáltalán nincs feszültség, és úgy ellaposodunk, és kényelmesedünk, és érdektelenedünk, hogy senkit nem foglalkoztat már sem. Vezetőnknek az a szerepe, hogy ezt a feszültséget, ezt a pozitív feszültséget megőrizzük. Ötödik pont az, hogy vonjuk be a gyülekezetet, és erre kitérek kicsit később, és a hatodik pont az, hogy védjük meg az alulról jövő vezetést. Nem pedig a fentről lefele szóló vezetést. A legtöbb keresztény felekezet a kereszténység korában jött létre, amikor a kereszténység, és tudatosan mondom kereszténységet, és nem kereszténységet, mert számomra a kereszténység az a krisztusi vallás, a kereszténység pedig az, ami lett belőle az évszázadok folyamán. És egy keresztény kultúrában ugye az történt, hogy ez volt a domináns kultúra. És említettem, hogy a világ gyökeresen megváltozott. Annyira megváltozott, hogy ha Istenről akarsz beszélni az embereknek nyíltan a nyugati világban, annyira megütődnek azon, mint hogyha arról beszélnél neki, hogy milyen viszonyod volt a tegnap este a feleségeddel. Elnézést a példáért. De ha a mai világban nyíltan arról kezdenél beszélni, hogy írd le nekik, hogy milyen jól telt az este a feleségeddel, de mert azt mondja, miről nem beszélünk a nyilvánosság előtt. Ez nem ide tartozik. De ha te Istenről akarsz beszélni egy vonaton, vagy egy villamoson, vagy egy repülőn, vagy egy állomáson, egy idegennel, az pont így reagál neked a mai világban. És ez az én saját privát dolgom, ez nem ide tartozik. Mert a világ már nem keresztény. És sokáig követtem az Euróbarométer statisztikáit, amelyek mind hazudnak. Nem azért, mert rosszul csinálták őket, vagy azért, mert az emberek hazudnak, amikor kitöltik azokat a kérdéseket, hanem azért, mert a kérdéseket rosszul teszik föl. A Leibniz intézet, egy társadalomtudományi intézet végrehajtott egy kutatást, ami nem az embereknek a vallását kérdezi, hanem az, hogy hogyan élik az életüket, és miben hisznek. Szeretnék egy pár adatot megosztani erről veletek. És a következő kérdéseket tették fel. Hányan hisznek a mai Európában egy személyes Istenben? Százalékok önmagukért beszélnek, nem fog túl sok időt szakítani erre. De nézzétek meg Románia. Románia az egyik
Olaszország mellett az egyik legvallásosabb országa Európának. Az olaszok azért, mert katolikusok, a románok azért, mert ortodox háttérből származnak. Szlovákia és Csehország az egyik legistentelenebb, nem az egyik, hanem a két legistentelenebb országa Európának, de Franciaország és Németország sincs távol tőle. Tehát Németországban. Ha megkérdezed, hogy hányan keresztények, tudjátok, mit mondanak a németek? 70-valahány százalék a keresztény. Sőt, protestánsok vagy katolikusok. De azt kérdezett tőlük, nagyszerű, keresztények vagytok, hányan hisztek egy személyes Isten létezésébe? Tudjátok, hány százalék? 5%. Hát milyen keresztény az? Kulturális keresztény. De csak annyi. Kulturális gyökerei visszanyúlnak a kereszténységbe. Ennyit jelent a kereszténység. Másik kérdés. Hiszek Istenbe, hogy mi az az Isten, nem határozza meg. Tehát az lehet egy erő, lehet egy mit tudom, egy hullám, lehet egy... De ez se olyan nagy. Ugye Romániában már 64%, ami ugye arról beszél, hogy az ortodoxoknak nincs sok elképzelésük arra, hogy Isten milyen. Hát van egy valami micsoda dolog ott, vagy valaki, de hogy milyen, azt nem tudjuk. De nézzük meg Európa többi országait, hogy hogyan alakul ez. Tehát, és sajnos, ugye van egy Isten. Akármi ez most már. Ez az egy Isten, ez olyan. De ebből is Európának a nagy része még mindig alul mozog. Mennyire fontos Isten? Ugye? Nézzétek meg, Németországot 13%, Szlovákia 12%, Románia 46%, ugye, Spanyolország 22%. Ennyire fontos Isten. Hiszek a mennyben. Ugyanazok a százalékok. Hiszek a halál utáni életben. Nézzétek a százalékokat. Hát van Isten, azt mondják a románok, ugye, van Isten, 70-valahány százalék, de a halál után nincs semmi. 64% azt mondja, hogy nem hisz benne. Na de most a misszió felé közeledünk, a kérdés az, hogy az egyházak képesek választ adni a társadalom erkölcsi problémáira. Romániában hányan hiszik ezt? 28, és a legtöbben melyik egyházra gondolnak, amikor azt hiszik, hogy ez így van? Természetesen az ortodox egyházra. Hát a kérdésem az, hogyha a társadalom nem hiszi azt, hogy az egyházak képesek választ adni az erkölcsi problémákra, akkor ott fogják keresni? Minden bizonnyal nem. Na most azt mondjuk, jó, az erkölcsi problémákra nem, de a lelki problémákra. Az egyházak választ adnak a lelki problémákra. Nézzétek meg a százalékot. Ugyancsak gondok vannak. De azt mondhatnánk, hát az emberek valószínű, hogy a családi problémákkal küzdenek mindenütt, és az egyházhoz fognak fordulni, hogy a családi problémáikat megoldják. Hogyha megfigyeljétek a százalékot, még kisebb, mint az előbbiek. Hányan imádkoznak Isten tiszteleten kívül több, mint egyszer hetente, ami azt jelenti, hogy kétszer. Legalább kétszer. Nézzétek meg a százalékokat. Románia 27%, Bulgária 6%, Szlovákia 2%, és Csehország is 2%, ugye Svájc 12%, Olaszország 10%, Franciaország 2%. Sokszor beszélgettek amerikaiakkal. Hát egyszerű a misszió. Ha mész az emberekkel, bekopogtatsz, kinyitják az ajtót, és megkérdez, hogy imádkozhatok értetek? És azt mondom neki, hogy testé drága, a gond az, hogy gyere velem Franciaországba, kopogtassunk be valahová, és kérdezd meg, hogy imádkozhatsz értük, és azt nézik, hogy Marsról jöttél, vagy a Vénuszról. Azt se tudják, hogy nem. A világ gyökeresen átalakult
az elvilágiasodás, az istentelenség és az erköstelenség irányába. Templomba járok egyszer egy héten. Az adventizmus, amikor gyökeret vert itt Európában, és Andrews, meg aztán később Konrádi dolgozták ki a missziós módszereinket. A missziós módszereink olyan idősek, mint amilyen idősek a gyülekezeteink. Tegnap 100 évet ünnepeltünk az ágyülekezetben. 100 éves módszerekkel dolgozunk, testvéreim. Ha elfogadjátok, ha nem. Konrádi kidolgozta azt a egyszerű. Mi az alapfeltételezés? Az alapfeltételezés a következő. Európa keresztény. Európa imádkozik és igét kutat. Az adventizmusnak csak az a szerepe, hogy a mi írásaink által megmutassuk nekik azt, hogy ahogy ők olvassák a Bibliát, az nem helyes, mert a Biblia nem ezt tanítja. Úgyhogy a megkülönböztető hitelveinket bibliai alapon bemutattuk, és azt mondtuk, hogy ha ezek igazi keresztények és őszinték, akkor el fogják fogadni azt, amit mi tanítunk. És ez működött. Elölmentek a könyvevangélisták raja, szétszórták az irodalmat, amire volt érdeklődés, mert Európát érdekelte annak idején az ige és a Biblia. Elolvasták, rájöttek, hogy hoppá, te nézzek, ezek azt mondják, hogy ez nem így van. Nézzük meg a Bibliába. Igazuk van? Igazuk van. Utána jöttek a nyilvános evangelizáció. A nyilvános evangelizáció még tisztábban kifejtettük azt, amit a Biblia tanít, és döntésre hívás. Az emberek azt mondták, hogy hát figyelj, ha őszinte vagyok, ha tényleg ez így van, akkor döntenem kell. És azok, akik becsületes emberek, emlékeztek a Joseph Bates féle misszióra, amikor azt elment az egyik kis városkába, Észak-Amerikába, és azt kérdezte, hogy ki a legbecsületesebb ember a faluba. És azt mondta mindenki, hogy Hewitt testvér. Ő a legtestvér. Ő a legbecsületesebb. Úgy ismerjük, hogy azt mondja, jó, akkor elmegyek hozzá, és a szombatikosságát feltárom neki, és ha tényleg a legbecsületesebb ember a világon, akkor el fogja fogadni. És elment, és egy este alatt a testvér szombatünneplő lett. Mert az igéből bemutatták neki, hogy ez a valóság, a becsületes ember eldöntötte. És ő ment, adta tovább. A gond az, hogy ez tökéletesen működött egy olyan világba, amelynek az alapfeltételezései keresztények voltak. De mi ma egy teljesen más világban élünk. Ahol, és a módszereink, ugye vallásos vagyok, nézhetitek a számokat, odaadhatom, nincs egy igaz vallás. Ugye, amikor társadalomnak egy nagy része, például a Svájcban 62%-a, Ausztriában 53%-a, ugye, Romániában 25%-a. Nincs egy igaz vallás. Ha az emberek azt mondják, hogy nincs egy igaz vallás, fognak keresni egy igaz vallást? Kit érdekel, hogy van igaz vallás, vagy nincs igaz vallás? Engem nem érdekel a vallás egyáltalán. És egy ilyen világban, ugye, vannak világos elvek azzal kapcsolatosan, hogy mi a jó és mi a rossz. Svájc 62% azt mondja, hogy nincs. Én ott élek, és azt mondom, hogy ez a társadalom össze fog rottyanni, össze fog dőlni. Miért? Azért, mert az igazságszolgáltatástól kezdve a törvényhozatalig és a társadalomig egész Európa zsidó-keresztény elvekre épült fel. De ezek az alapok megrothattak, ezek nem léteznek. Senki se hisz már ezekbe. Még megy ebből a sumból, amit ebből a lendületből, ami volt. De meddig megy? Sokáig nem. És hogyha a Svájcban 62% azt mondja, hogy nem lehet tudni, hogy mi a jó és mi a rossz. Milyen igazságszolgáltatás lesz majd ebben az országban? Vagy abban az országban? Minek alapján döntik el az, hogy ez helyes, vagy ez nem helyes? Na egy ilyen világban, na most ugye sokat tudnék mutatni, de az idő az repül. Ugye azt mondják, nincs szükség egy egyházra az, hogy Istennel kapcsolatban állj. Tehát az a kevés százalék, aki azt mondja, hogy van Isten,
és hogy Istennel kapcsolatban lehet állni, és lehet imádkozni. Emlékeztek, milyen kicsi volt? Na, annak ilyen kicsi százaléka mondja azt, hogy még szükséged van egy szervezett egyházra ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba tudj állni, vagy hogy része légy az ő tervének. Egy érdekes könyvet olvastam, aminek a címe az, hogy Kenuval a hegycsúcsokon. És a könyv arról beszél, hogy az Egyesült Államokban Meriwether Lewis és William Clark elindultak felfedezni a vadnyugatot. És ők azt feltételezték, hogy Amerikának a földrajza az valahogy olyan szimmetrikusan van elosztva, hogy a nyugat az olyan lesz, mint a kelet. Mi azt jelenti, hogy a Mississippi folyón, vagy a Missouri folyón fel lehet kajakozni szépen a hegyekbe, ott kilépnek majd a patakból, és egy pár kilométer után beülnek egy másik patakba, ami leviszi őket egyenesen a csendes óceánba. Tökéletes. Ez volt az alapfeltételezés, hogy a földrajzal olyan, mint elindultak, felértek, a gond csak az volt, hogy nagyot tévedtek. Ismeretlen területen jártak, feltérképezetlen területen jártak, és amivel szembeálltak, az a hatalmas, nagy szikláshegység volt. Mérföld, mérföld után. És ők a kajakkal a kezükbe keresték a lefele menő folyót, ami nem létezett. Vagy nem volt ugye kajakozható. Clarknak és Lewisnak gyökeresen meg kellett változtatni a módszerüket. Kajakokat át kell cserélni lovakra, egy helyi indián nő lett aztán a kalauzuk, aki ismerte a területet bizonyos értelemben, és megtanultak vele szót érteni, és úgy aztán lassan szépen végül sikerült elérni a csendes óceánt. De egyáltalán nem olyan körülmények között, és teljesen nem azzal a módszerrel, mint amit ők kidolgoztak. És ennek a könyvnek a szerzője azt mondja, hogy tulajdonképpen a mai keresztény egyház kajakozni akar a hegycsúcsokon. Azaz, mi megtanultuk azt, hogy mi működik. És eddig működött egy darabig. De most egy olyan világban élünk, ahol kajakozni szeretnénk, de nincs hó, nincs víz hozzá. És azt mondja ez a szerző, hogy lássuk, hogy mint Meriwether Lewis, aki a Lemhi-hágó gerincén ülve egy olyan tájat látott, amelyet el sem tudott volna képzelni, úgy ülnek ma a keresztény vezetők a megbeszéléseken, olvasnak jelentéseket és beszélgetnek kollégáikkal egy brutális igazságról, ami nem más, mint az, hogy mindaz, amit eddig a keresztény szervezetek vezetéséről feltételeztünk, mindaz, amire kiképeztek bennünket, elavult. Elhagytuk a térképet, feltérképezetlen területen vagyunk, és ez más, mint amire számítottunk. Tapasztalt folyami tutajosok vagyunk, akiknek meg kell tanulni hegymászóknak lenni. És néhányunknak szembe kell néznie a legszörnyűbb heggyel, amit valaha is láttunk. Ez a kihívás, amivel szembenézünk. És a gond az, hogy ebben a kihívásban egyesek azt mondják, hát ha új világot élünk, akkor adjuk fel mindazt, amit eddig tanultunk. Mások pedig azt mondják, nem, mindazt, amit eddig tanultunk, az helyes volt, a gond az, hogy nincs elég lelkesedés bennünk. És megpróbálják még nagyobb gőzzel a kajakot a sziklán evezni. Mi a megoldás? Más világban élünk. És egy ilyen világban, a régi világban a vezetők, a beszéd, és a vezetés szakemberei voltak. Ma meg kell tanulnunk többet hallgatni, több szükség van a kísérletezésre,
és a felfedezésre. Erről fogok még egy picit többet beszélni. De hadd térjek rá az eladásomnak a törzsére, a lényegére, ami az alkalmazkodó vezetésnek az alapja. Egy olyan világban élünk, amelyben a körülmények radikálisan megváltoztak. Ha arra gondolunk, hogy az adventizmus, amikor megindult, minden szervezetben van egy zöld zóna, amikor egy szervezet megszületik. És ez a zöld zóna az, amikor rengeteg a kreativitás, ez a születő szervezet energiától robban, és kis anyagi, meg emberi forrásokkal, erőforrásokkal képesek sokat mozdítani. Ez az adventizmus a születésekor, ugye? És ilyenkor rengeteg a kreativitás és a kísérletezés. Nincsenek megszabott, lefektetett módszerek. Senkinek, ugye, nem mondja azt, hogy ezt mi így szoktuk csinálni. Ez ugye egy haldokló gyülekezet hat utolsó szava. Ezt mi így szoktuk csinálni. Hanem rengeteg a kreativitás. Emlékezzetek vissza az advent történelemből. Függetlenül attól, hogy itt a romániairól beszélünk, vagy az Egyesült Államok beliről. Az történt, hogy aztán felfedeztünk egy nagyszerű dolgot, ezt az igazságot Isten nekünk megmutatta és ideadta, és ezt szét kell vinni a világnak. Hogyan? Nem tudjuk. Halvány fogalmunk nincs. Próbáljuk meg. Így. Működött? Nem ment. Próbálkozunk mással? Működik? Egyrészt megy, de itt javíthatunk rajta. És ez a kísérletezés és az új kezdeményezés, ez jellemezte az úttörőinket. Tudták, mit akarnak, tudták, hogy mivel rendelkeznek, volt ugye profétai vezetésük is, de ugyanakkor a profétai vezetés nem szaladt az angyal előtt. Ellen White általában Isten arra használta fel, hogy azt mondja, amit a testvérek mondtak, igaz, ez a helyes irány, ebbe kell menni. A hitelveinket se úgy adta Isten nekünk, hogy azt mondta, tessék, én megmondom nektek, ez az igazság. Nem, kutassátok a bibliáitokat, térdepeljetek le, sírjatok, imádkozzatok, fedezzétek fel. És utána Isten azt mondta, jó úton jártok, erről van szó. De az egész arról szólt, hogy úttörői szellemmel, kísérletezői lelkülettel megpróbálták felfedezni, hogy mi az, ami működik. A választás ugye az előttük állt, rengeteg lehetőséggel rendelkeztek, kevés erőforrással, és aztán ugye az egyház növekedett, az egyház fejlődött, és lassan átlépett egy olyan területre, ahol a dolgok lassan kezdtek kialakulni, ez a kék zóna, ez a teljesítő vezetésnek a szakasza. Amikor kialakultak a legjobb eljárások, kialakult az, hogy mi működik, a módszerek, ugye Konrádi kidolgozta az európai missziós módszerét, és működött, a gyülekezetek szaporodtak, növekedtek, minden nagyszerűen bevált, és működött. És a szervezet, ugye a gyülekezetek, az egyház teljesített. Ugye, megvalósításokat tudtunk felmutatni. A gyülekezetek szaporodtak, az egyház növekedett, a módszerek beváltak. De minden egyház életében van egy olyan periódus, amit úgy hívnak, hogy a vörös zóna, ahol ugyanazok a módszerek, amik a múltban tökéletesen működtek és eredményt hoztak, a jelenben nem hozzák ugyanazt a megoldást. Krízis. És a kérdés a következő, mi az, amit tehet az egyház ebben az állapotban? A gond az, hogy a világ óriásit változott. A gond az, hogy megszoktuk azt, hogy fentről nekünk az unió, vagy a terület, vagy megmondja, hogy most ez a stratégia, most ezt csináljuk, és ez megy, és a dolog működik. A gond az, hogy elérkeztünk, vagy lassan odaérünk itt is. Nyugaton már rég ott vagyunk. A vörös zónához. Megjelenik a krízis. És a kérdés az, hogy ezek között, a körülmények között mit csinálunk?
Az egyik természetes válasz az, hogy szabályzó reakciót hozunk. Ami azt jelenti, hát testvérek, ha nem megy, akkor hozunk egy döntést. És minél fennebb hozzuk meg a döntést, annál jobban hisszük, hogy ez most meg fog történni. És minél jobban hisszük, hogy egy döntéssel meg fogjuk változtatni az egyháznak a helyzetét, annál nagyobb lesz a csalódás akkor, amikor a kajakkal a Szikláshegység előttünk áll. Nem működik. A kérdés a következő. És ide szeretnék kiukadni. Konfúzió van. Próbálkozunk, nem működik. Valami működik, még valami nem. És eljutunk egy olyan helyzethez, hogy két lehetőségünk van. Az egyik lehetőség az, hogy a kék zónának az alsó részét túléljük, és a gyülekezeteinket átvisszük ezen a folyamaton alkalmazkodó vezetéssel úgy, hogy elérjük ismét a zöld zónát. Gondoljatok csak a zsidó népre. Amikor az Úr megengedte azt, hogy a babiloniak lerombolják a Szent Templomot, Jeruzsálemet, és fogságba hurcolják a népet. Krízis időszak volt? Mekkora? Óriási. Az izraelitáknak át kellett gondolni mindazt, amit tudtak, és mindazt, amit hittek. És azt kérdezni, hogy Uram, hogyan tovább? És lépésről lépésre az Úr olyan dolgokat mondott nekik, hogy csengett a fülük bele. Keressétek Babilonnak a javát. Uram, hogy beszélsz ilyet ezek a körülmetlek, akik levágták a gyerekeinket és az unokáinkat, elpusztították a szentélyünket, fogságba hurcoltak, és azt mondod, hogy keressük az ő javukat. Újra gondolás. Mindent újra kell gondolni. És az Úr 70 év után hazavisz őket, és azt mondja, újból zöld zóna. Gondoljátok át az egészet. Jézus eljövetelére megint, ugye, mélypontra jutott a nép. Pál apostol óriási sokkot él át, és 3 évre elmegy Arábiába, hogy gondolja át az egészet. Testvéreim, ez az időszak az újragondolás időszaka. Én meg vagyok győződve személyesen arról, hogy előttünk áll a zöld zóna újból. Mert erről beszél, nem erről beszél a késői eső? Nem arról szól az advent történelemnek előttünk álló szakasza, hogy az Úr elhozza a felüdülés időszakát, elhozza az ébredést, elhozza a késői esőt, és az egyház úgy fogja megközelíteni a missziót, ahogy azelőtt még soha. Nem azt mondja Ellen White, hogy nagyobb lendülettel ér véget a munka, mint ahogy az kezdődött. A kulcskérdés az, hogy képesek leszünk most, mint vezetők, a kék zónának az alsó részét sikeresen átszelni. Tehát ebben a válságos pillanatban, ugye a gyülekezeteinknek, nekünk, azzal kell szembenézni, hogy vagy változás történik, vagy meghalunk. És itt van az az időszak, amikor újból össze kell gyűlni, és újra gondolni az egészet. Akkor feltevődik az a kérdés, hogy az adventizmusban mi az, ami örökké való. Mi az, ami isteni elvekre alapul, és aminek soha nem szabad megváltozni? Szeretném, hogy ne értsetek félre itt. Sokan azt mondják, magyaros testvér elvesztette a hitét, újra akar érni az egész adventizmust. Állj meg egy kicsit. Az adventizmusnak van egy hátgerince, egy gyökere, ami meghatározza azt, hogy kik vagyunk, és ezek azok az igazságok, amiket imádságos
módon Szentlélek vezetése által felfedeztünk. Akik úgy próbálják elérni ma a világot, sokan nyugaton megpróbálták, hogy a mosdóvízzel együtt kipróbálják önteni a gyereket is, elmondom, nem megoldás. Nem csak azért, mert én úgy hiszem, hogy teológiailag nem biblikus, hanem azért, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy nem működik. Ha mi kidobjuk a szombatot, a szentélytant, és sorolhatnám a mi megkülönböztető igazságainkat az ablakon azért, hogy relevánsak legyünk. Nem azt mondom, hogy az adventizmusnak meg kell változni abban, akik vagyunk, amit hiszünk. De a kérdés az, hogy ahogy elértük a világot, és ahogy ezt az üzenetet velük megosztottuk, a módszerünk az volt, hogy vettük az igének a bárgyát, és jól főbe koppintottuk belőle a kereszténységet, hogy felócsuttak, és rájöttek arra, hogy amit ők hisznek, az nem teljesen biblikus. Akkor átállok. Majd olyan világot élünk viszont, hogy ez nem működik. És ebben a világban egy hatalmas feszültség van a gyülekezetekben. Az egyik része a gyülekezetnek, testvérdrága, a régi határköveket nem szabad elmozdítani, és nekik a határkő az is, hogy péntek este 7 órától mindenki ott az Isten tiszteleten. Hogy szombat délután 5 órától 1-től 1-ig ott vagyunk. Testvéreim, a valóság az, hogy ez nem így van. Ha azt gondoljátok, hogy az a megoldás, hogy vissza kell mennünk a korona előtti időkre, és visszasírjuk azt, hogy nincs az, hogy teltház volt, és hogy mennyien voltunk, és milyen szép kórusokat énekeltünk, és mekkora szavalatokat mondtunk. Ha gondoljátok, hogy ez a megoldás, szeretném, hogyha felébresztenélek. El kell tudnunk választani azt, ami meghatároz minket, mint adventistákat, amit hiszünk, és amiben meggyőződtünk, és ami az isteni ígére alapul, és azokat a módszereket, amelyeket használtunk ahhoz, hogy megéljük hitünket, és kifejezésre juttassuk azt. Azt kérdezik tőlem, hogy hogyan lehetséges ez? Mondjam meg, hogy hogy kell. Sajnálom, erről szól a kék zóna, nem tudom. Én nem tudok nektek megoldást adni. Nincs egy aranypálcám, amivel azt mondom, hogy nyit, na egyszerűen így kell csinálni. Nem. A térdünkön, imában, a gyülekezeti tagokkal együtt, és veletek testvéreim gyülekezeti vénekkel együtt, a lelkészeknek, imádkozással meg kell találnunk azt, ami ott, ahol éltek, releváns és működik. Az embereknek időre van szüksége arra, hogy gyászoljanak. A veszteséggel gyász jár. Egy korszak tűnik le. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten dolgozik a világban ma is. A kérdés az, hogy van elég nyitott szemünk ahhoz, hogy felfedezzük, hogy ő hol dolgozik, és hogyan dolgozik, és hogy mellé álljunk. Ne pedig a mi elképzelt metódusainkat és módszereinket erőszakoljuk tovább, látván azt, hogy nem működik. Uram, hogy? Miként? Én csak példákat adok, nem tudom, nincs teljes megoldásom, mert közösen kell megtalálnunk a megoldást. Konzultálva egymással, meghallgatva egymást, hallgatva a tagokra, mit mondanak, mit látnak, ők vannak ugye teljesen közel a mindennapi valósághoz. Mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, próbáljuk ki ezt is, próbáljuk ki azt is, ami jó, megtartjuk, ami nem, tovább tesszük. Anélkül, hogy megváltozna az, akik vagyunk, ami adventizmusunkat illeti, ami a felfogásunkat, az igazságot illeti. És ezt együtt kell megtennünk, ezeket a lépéseket. Addig még eljutunk újból a zöld zónához, ahol megjelenik ez a kreativitás, megjelenik azok a módszerek, amik működnek, amik megoldást hoznak, és meg vagyok győződve, hogy a Szentlélek el akar minket oda vinni. De meg vagyok arról is győződve, hogy azért nekünk személyesen, a mi jellemünk mélyén, a mi lelkiségünk mélyén változnunk kell. Az Úr megengedi ezeket a nehéz időket, mert enélkül nem tekintünk önmagunkba. Az a pörgős gyülekezeti élet, amivel, ugye,
program után, anélkül, hogy megkérdeznénk, hogy jót tesz, vagy nem tesz jót, vagy működik, vagy nem, bele voltunk nyakig fáradva, hogy csak csináltuk, mert elkapott a gépszín, minden, mert az Úr áldásként küldte nekünk ezt a koronát. Higgyétek el nekem, hogy megálljunk, és feltegyük a kérdést, hogy Uram, mi az, amit változtatni kell? Mi az, amit másképp akarod, hogy csináljunk? Mi az, amit felhasználhatnánk? 2019 nyarán alkalmunk volt meglátogatni egy gyülekezetet Vancouverben, Kanadában, British Columbiában. Ez a gyülekezet egy teljesen hagyományos, klasszikus adventista gyülekezet volt, 100-valahány taggal, élték a mindennapi életüket, folytak a programok, mindenki jól volt, addig, amíg jött egy új lelkész. És ez az új lelkész a gyülekezetet felkészítette a vezetőséggel, a gyülekezeti vénekkel együtt arra, hogy valami változást hozzon. Sokat beszélt erről, sokat imádkoztak együtt, sokat terveztek együtt. Az a terem, amit itt most láttok, az egy teljesen új, dinamikus, modern gyülekezeti épület. 1000 férőhelyjel, több mint 700 valamennyi tagjuk van jelenleg, szinte 800-an vannak. Gyülekezet kirobbant. Hogy indult az egész? Azt a kérdést tették fel, mi tudjuk, mivel rendelkezünk, de egy dolgot biztos nem tudunk. Mert nem tanulmányozta senki. Mi az, amire a körülöttünk élő világnak szüksége van? És elkezdték a demográfiáját a körülöttük élő városnak tanulmányozgatni. És rájöttek arra, hogy 30 kilométeres körzetben körülöttük a legtöbb egyedülálló anya él, aki küszködik a gyerek nevelésével és kihívásokkal. Egész Kanadában. És azt mondták, ez a szükséglete a körülöttünk élő világnak. És azt kérdezte az egyik testvér, hát mire van szüksége egy egyedülálló anyukának? Azt mondja, egy egyedülálló anyukának legkisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy a kocsijával foglalkozzon. Ha még megy, vagy ha van. És azt mondta, egy alkalommal feltette a lelkész a kérdést a gyülekezetnek. Testvéreim, mi az, amit tudnátok tenni az Úrért egy pár órát a hétköznapok folyamán? És ez egy autószerelő testvér volt. És azt mondja, gondolkozott, imádkozott, hazament. De testvér, én tudnék tenni egy internetes kijelentést, hogy minden csütörtökön 2-től 6-ig ingyen javítok autókat kisgyerekes, egyedülálló anyáknak. Hát jó, tessék, megvan a megoldás. Kitette a hirdetést, csengett a telefon egész héten. Előre 6 hónapra be kellett osztani a kisgyerekes egyedülálló anyákat, hogy mikor javítsa meg a kocsi. Jó, azt mondja, sajnos csak ennyit tudok, csütörtökön 2-től 6-ig, de örömmel elvégzem. De. Akkor a szolgálat lett belőle, hogy a mai gyülekezetben van egy 3 állásos kocsiműhely, ahol a gyülekezet bejáró, még nem megkeresztelt, kisgyerekes anyák elhozzák az autójukat szervizelésre, mert nekik nem futja ez. Sok gyülekezeti tök azt mondta, te, én nem tudok segíteni, ez autószereléshez nem értek, de a feleségem autója ott porosodik a garázsban, a 3 éve ki se vette, én oda ajándékozom az autómat. Ha te azt rendbehozod, hogy az működjön, tegyünk ki hirdetést, hogy kisgyerekes anyáknak, akiknek nincs kocsiuk, jutányos áron, vagy mit tudom én, ingyen, adunk kocsit is. Elképzeljétek, hogy várakozó lista lett belőle. A történet hosszú, rövidre akarom szabni. Ebből a műhelyből tudjátok, hány méter van az imateremig? 8 méter. Megmértem. Kilépsz innen, átmész egy 4 méteres folyosón, betérsz balra, és ott az első ajtó, ami az imaterembe visz. A kérdés a következő. Ha egy kisgyerekes anya, ha valaha azon gondolkozik, hogy van Isten, és szeretnék imádni egy Isten, mit szóltok, melyik gyülekezetbe menne? Ha nem keres már, hát ja, itt van. Ezek az emberek válaszoltak az én szükségletemre. Próbálom tovább mutatni, a
képeket sok van, de így néz ki, a testvérünk, akinek garázsa van, most oda jutott, hogy a gyülekezet alapjából teljes normával ezzel foglalkozik. Nem így indult, de a gyülekezet most megengedheti anyagilag magának azt, hogy ez egy külön szolgálat lett. Azt mondják, te, annyi gyerek van, mit csinálunk a gyerekekkel? Azt mondták, hát volt két óvónő, aki azt mondta, hogy mi esténként felajánlhatunk egy pár órát, hogy a gyerekekre vigyázzunk, addig még az anyuka elmegy bevásárolni. Tudjátok, mit jelent kisgyerekkel vásárolni? Nem mesélem el nektek, mindenki volt ott. És a gyerekek elkezdtek özönleni esténként. Hát de ha ennyi gyerek van a kezünkben, mit csinálunk? Hát kezdjünk el bibliai történeteket mesélni neki. Testvérem, ha rövidre szabjam a történetet, estig mesélhetnék erről a gyülekezetről. Építettek egy szép, nagy, új, funkcionális gyülekezetet. Építettek oda egy fitness termet is. És egy nap valaki betelefonál, azt mondja, én itt járok el munkába. És az város túlsó felébe kell, hogy menjek a fitness terembe, mennyibe kerül egy hónapra nálatok a bérlet? És a lelkész azt mondja, nálunk semmibe nem kerül. Ingyen van. Azt mondja, maga őrült? Nem, azt mondja, ez így igaz. Hát akkor azt én ezután megállok ott, mert itt jövök haza. Álljon meg, jöjjön be. Elterjedt a hír, hogy itt ingyen fitness terem van. A gyülekezet tagok közül elkezdtek járni a fitness terembe másokkal, kapcsolatok alakulnak ki, beszélgetések. Tehát ti kik vagytok? Mit hisztek? Mit csináltok? Ti bolondok vagytok, hogy ingyen adjátok? Ebből pénzt lehetne csinálni. Mi nem akarunk ingyen jönni ide, szeretnénk valamit fizetni ezért. Ha csak felét is fizetjük, amit a város túlsó felében, még úgy is megéri. Ha ugyanannyit fizetünk, még úgy is megéri. Ha 150%-kal többet fizetünk, is még jobban megéri, mert időt spórlunk meg. Üzletemberek vagyunk, nem probléma. A gyülekezet elkezdett növekedni. Mert egy kérdést tettek fel az elején. Mi az, amire a körülöttünk élő világnak szüksége? Nem akarom tovább sorolni, hogy hányféle missziójuk van, de mindenik arra irányul, hogy a körülöttük élő világot szolgálják. Én azt hiszem, hogy, és nincs a gond az, hogy nincs egy ilyen sablon megoldás. Aha, másoljuk le a Vancouveri gyülekezetek a módszerét, csináljuk mi is azt. Nem biztos, hogy itt fog működni. A kérdés az, ha az Úr szeretete betölti a szívemet, és érdekel engem annak a sorsa, aki mellettem él, mert nem szeretném, hogy elveszem. A kérdés a következő, mit tehetnék azért, hogy elérjem? Milyen szüksége van? Svájcban például az embereknek mindenjük megvan. 80 évesen azt mondják, köszönöm szépen, eleget éltem, meg volt mindenem, mindent kipróbáltam az életben, mindenem meg volt, most megyek, altassanak én, elég volt, meguntam az életet. És elmegy, beadják az injekciót, kész, vége az élet. Mindenre van biztosításuk, mindenre van megoldásuk, mindenre, tehát egyszerűen nincs szükségük, azt mondanám. Akkor annyira tudtam németül, hogy elkezdtem csevegni ott a szomszédokkal. Az egyik szomszéddal a garázsba összefutok, kérdést hoz, beszélgetünk. Egy jó fél órát elbeszélgettünk különböző dolgokról. Azután, ahányszor találkoztam vele egy pár hónapon át, mindig megkérdezte, hogy milyen jó, hogy én időszakítottam rá, hogy beszélgettem. Kérdem, családod, két fiam van, de soha nem látogatnak meg. Itt élnek Svájcba, 50 kilométeren belül, se karácsonykor, se húsvétkor, senkit soha nem láttam hozzájönni. Feleséget rég elváltunk, fiatalok voltunk, mikor elváltunk. A nőket úgy cseréli, mint én a zakókat, de jönnek és mennek, egyikkel se boldog. Egyik jön, a másik megy, egyik. És valaki meghallgatta őt. Egy fél órán át beszélgetett vele. Az embereknek mindenük megvan, de egyedülállóak. Magányosak. És a kérdés az, mi ott vagyunk, hogy megkérdezzük tőlük, hogy mit fáj, mire van szükséged, vagy egyszerűen csak beszélgessünk velük. Testvérem, folyamat hosszabb lesz, minden bizonnyal. Nem lesz úgy, hogy pif, evangelizáció, nagy prédikációt tartottam, mindenki sír, mindenki megpuhul, döntés, előrehívás, nagy keresztség.
Lehet, ezek az idők lejártak. Az nem lehet. Biztos. De hiszem azt, hogy Isten ugyanaz. Az evangélium ugyanaz. Lesz nekünk elég rugalmasságunk, elég kreativitásunk, ahhoz, hogy megtaláljuk annak a módját, ahogy a mai világot elérhetjük. És én meg vagy győződve, hogy meg lesz. Szentlélek vezetés által, nem a saját bölcsességünk által, Szentlélek vezetés által. Hogyha imában, tanácskozásban, közös összefogásban megkérdezzük, mi az, amire szüksége van a körülöttünk élőknek. Köszönöm a kedves nézőknek és hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Dr. Magyarosi Barna lelkipásztor, a hetednapi adventista egyház intereurópai térség titkára előadásában arról beszélt a presbitereknek és lelkipásztoroknak, hogy mennyire megváltozott ez a világ, és így megváltozott a keresztény gondolkodásmód, megváltoztak talán a gyülekezeteink is. Ebben az utolsó időben arra kapunk felhívást, hogy gondolkozzunk új módon, újszerűen, nem elhagyva azokat az ígéreteket és tanításokat, amelyeket az Úr Jézus Krisztus adott valamikor a mi számunkra. Milyen jó lenne, ha megtalálnánk mindannyian azokat a módszereket, amelyek által az evangélium üzenetét át tudnánk adni barátainknak, családtagjainknak, önmagunknak. Isten segítsen meg erre, hogy jobban és másképpen tudjunk gondolkozni az előttünk álló időszakban, hogy Istennek ígéje élő és ható legyen mindannyiunk számára. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!